Továbbra sem vállal senki felelősséget a koronavírus elleni védőoltásokért, melyek a mai napig kizárólag vészhelyzeti engedéllyel rendelkeznek. Ez azonban nem gátolta meg a Fidesz kormányt abban, hogy széles körben kötelezővé tegye azokat. Ismét tanúbizonyságot téve arról, hogy a globalistákhoz hasonlóan bármikor készek kiszolgálni az új világrendet. Orbán Viktor korábban rendre azt hazudta, hogy ők nem hívei a kényszerítésnek, ezért nem lesznek kötelezőek az oltások. Azóta megérkeztetett a parancs külföldről, hiszen Gulyás Gergely már arról beszélt, hogy nem elég, hogy lehetővé teszik az oltatlan dolgozók kirúgását, de még állami szinten példát is mutatnak, hiszen az állami intézményekben kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást, mely nem véd se a fertőzéstől, se mások megbetegítésétől. Azok a magyar dolgozók tehát, akik az immunrendszerüknek köszönhetően a két éve tomboló pandémia alatt egyáltalán nem betegedtek meg, vagy úgy estek át a fertőzésen, hogy azt észre sem vették, most kényszerhelyzet előtt állnak. Vagy beoltatják magukat egy kísérleti vakcinával, és az esetleges mellékhatásokat teljesen egyedül viselik majd, vagy pedig egyszerűen kirúgják őket, ahogy az egészségügyi dolgozókat is tették. Ez a Fidesz munkaalapú társadalma. Ráadásul még hivatalos statisztikák sem állnak rendelkezésünkre, ugyanis a kormány szerint ez szenzitív adat, azonban, hogyha hihetünk Gulyás Gergelynek, akkor a kórházi ápoltak mintegy fele az oltottak köréből kerül ki. Ha ez igaz, akkor azt kell mondanunk, hogy a koronavírus elleni vakcinák nem a fertőzéstől és azok esetleges szövődményeitől, hanem kizárólag az állásunk elvesztésétől védenek. Ez esetben pedig teljesen védhetetlen az oltások kötelezővé tétele. A Mi Hazánk mozgalom felszólítja a kormányt, hogy ne a külföldi lobbycsoportok és a befolyásos pénzemberek, hanem végre a magyar emberek érdekeit kezdje el képviselni. Elég kárt okoztak már az elmúlt két évben. Itt az ideje, végre békén hagyják a magyar embereket, és ne tegyék kötelezővé a koronavírus elleni oltásokat.